Kutkai Tíme a bútorfestő középiskolai pályaválasztása során elgondolkodott azon, hogy szeretne antropológus lenni, azonban édesanyja tanácsára a közgazdász hivatást választotta, és 16 esztendeig gazdasági vezetőként dolgozott több cégnél is. Tíme a már gyermekkorában is szeretett festeni, a tehetsége már abban az időben is feltűnt a rajztanárának, azonban akkor ő még nem igazán tudta azt, hogy Isten adta tehetséggel rendelkezik. Én közgazdászként végeztem 18 éves koromban, amúgy antropológus és néprajzkutató szerettem volna lenni, de anyukám, hogy hát mégis választok egy olyan szakmát, amiben pénzt is lehet keresni, így a közgázra adtuk be, és ezáltal így közgazdász végzettségem van. 16 évig ebbe is dolgoztam, mint gazdasági vezetőként, mint a banki szférában, mint bortkultúra központi vezetőként. Viszont 2016-ban felmondtam az akkori munkahelyemen, és akkor nem ezért, mert hogy én bútort szeretnék festeni, hanem mert a férjemmel úgy döntöttünk, hogy a közös vállalkozásunkat fogjuk tovább folytatni, vagyis abban fogok segíteni. Megkért 17 tavaszán, hogy mivel hogy van egy kempingünk, hogy ott a dekorációkat készítsek, mindennel foglalkoztam, de semmi nem úgy sikerült, ahogy én szerettem volna, és apukám által legyalult ilyen falapokra elkezdtem szabad kézzel festeni, rózsától kezdve tulipánig mindent, és mikor a férjem hazajött, ő mondta, hogy úristen, te itt tudsz festeni, mondom, hát látod, mondom, én se tudtam róla, mivel soha előtte nem kreatívkodtam semmit. Abszolút. De iskolában mondjuk ez látszódott, hogy tehetséges vagy? Igen, utóbb kiderült, amikor a rajztanárommal volt egy közös kiállításunk 18-ban, és ő mondta, ja, én amúgy tudtam, hogy te szépen tudsz festeni, és bevallotta, hogy soha nem adta ide az én általam készített rajzokat, festményeket, hanem ő azokat elrakta, és a utánam lévő iskolásoknak azokat mutatta, hogy nézzétek, akkor erről fessétek, ne amit kell. A népművészetet a nagyszüleinél töltött idő alatt szerette meg. Nagyon mély nyomot hagyott benne, és szép emlékek kötik a nagymamája tulipános ládájához. A fiatal tehetség egy gyermekkorától kezdődően mindig érdekelték a bútorok, azok funkciói, és természetesen a készítési módjai is. Nagymamája halála után felmondott a munkahelyén, és akkor döntött úgy, hogy elsajátítja a bútor festéshez szükséges alapismereteket. Azt mondta nekem a művészeti akadémiás táborban voltam a Galánfi András bácsi, hogy becsüljem azt meg, hogy a Jóisten eszközként használ. Tehát ezt fogadjam alázattal és tisztelettel. Tehát nem én irányítom a kezemet, hanem a Jóisten irányítja a kezemet. És ez tényleg így van, ez nem akarok ebből semmit belemagyarázni, de ez gyakorlásom úgy, hogy minél jobban, minél szebben fessél, ez kitartónak kell lenni, elhivatottnak, meg őrültnek is egy kicsit, mert ez szerintem, aki nem őrült, az nem tudja így csinálni, tehát ez megszállottság. Láttam ott, hogy egy pillanatra benéztem ott, ahol szoktál festeni. Igen. A helyedben tulajdonképpen, hogy ott van Biblia melletted. Igen. Ezek az, főleg most ez a karanténos időszakban megijedtem én is, hogy úristen, most akkor mi lesz, hogy nem járhatunk vásárokra, nem mutathatom meg a termékeimet másoknak. És itt is látszik amúgy a falon is, hogy ebben az igében nagyon sok üzenet van, szóval nekem ez erőt adott, hogy átvészeljem ezt a karanténos időszakot, és hál' Istennek én azt mondom, hogy azáltal, hogy volt ez a karantén, bizonyos Facebook csoportokhoz csatlakoztam, és nagyon sok mindenki megismerte a munkámat, és hál' Istennek innen
nagyon sok megrendelés, tehát az ország minden pontjára festettem. Nem volt olyan hely, ahol ne rendeltek volna. A tanulás során Hutkai Tímea találkozott ismert népművészekkel, akik látták a munkáját, folyamatosan arra bíztatták, hogy ne hagyja abba a festést. Az ifjú alkotó annyira megszerette a bútorfestést, hogy az elmúlt egy-két esztendőben sok ajándéktárgy, kelengyés és karosláda dicséri Kesze munkáját. Legelőször Bakonynánán a Ceglédini Budai Katalintól tanultam, őt tartom amúgy a mesteremnek, tőle nagyon-nagyon sokat tanultam, valamint Erdélybe, Szentegyházára is járok ki, tehát minden éven húsvétkor ott van egy festőtábor, amit a Hás Sándor szervez. Róluk annyit kell tudni, csak ilyen idézőjelbe, hogy ott van egy Fili, filharmonikus, akik autodidakta módon tanulnak énekelni, 150 gyereket ő maga tanítja meg, és akkor nekik van ez a tábor, ahol bár felnőttek is szoktak járni, és ott oda elhívnak egy neves bútorfestőt, a Tiffany Rinkétől tanultam ott, megtanulok most is ott, szóval minden éven járok, és akkor mindig új dolgokat. Például ott tanultam meg a hagyományos bútorfestésnek az alapjait, például ott nem akrélfestékkel, hanem porfestékkel festenek. Itt látszik is ezeken a bútorokon, hogy ez sokkal mattosabb. Tehát ennek teljesen más az eljárási a technikája, mint amikor készen megveszük az akrélfestéket, és akkor kiválasztjuk a szint, hogy miért szeretnénk. Ezeket keverni kell, ezek kevert színek, amelyet lenolajjal kezelünk a végén. A bútorfestő szívesen emlékezett vissza arra, hogy milyen volt az első alkotása, amit egy vágódeszkára készített el. A használati tárgy azóta is a kiállító termének a falát díszíti. Tímea nem szokott mások motívumaiból másolni, inkább a saját stílusát igyekszik kialakítani. Egy vágódeszkára festettem, meg van még egy kisebb dobozkám, az például a kasszám, azt használom a kasszának azóta. Hát ilyen kisebb, apró ajándéktárgyakra kezdtem el a festést, tehát nem rögtön egy nagy, hatalmas tulipános ládához fogtam 3 évvel ezelőtt, hanem kisebb, apró ajándéktárgyakat, táblákat festettem meg. Amikor meglátta a család, hogy miket készítesz, amikor már tényleg tanulás után mondjuk hazajöttél egy táborból, akkor mit mondtak neked? Ők bíztattak. Főleg a férjem és a gyerekeim, meg édesanyám bíztattak, hogy ezt így ne hagyjam abba, hanem csak csináljam. Ők támogatnak, segítenek ebben, és az tényleg így van. Tehát segítettek, amikor például jött egy karácsonyi vásár, hogy ők alapozták az angyalkákat, a karácsonyi fadíszeket, lakkoztak, kötözgették a madzagot bele, szóval hál' Istennek, szerencsésnek érzem magam, mert tényleg mindenki támogat a családban, meg a barátaim is. Mindenki kiveszi benne a részét, meg mindenki egy kicsit így magáénak, meg hát a gyermekeim is, meg a férjem és édesanyám is, tehát így büszkék rám, hogy hát honnan indultam és hová tartom. Milyen motivumokat használsz te leginkább? Leginkább a székelyföldi motivumokat, azon belül is a homorúd menti motivumok találhatók meg az alkotásaim között, valamint a nagy kedvencem itt a hátam mögött lévő tulipános láda, akkor ott a szegi motivum. Közel áll a szívedhez ez a láda? Igen, azért áll közel a szívemhez, mert igaz, hogy nem ez a legelső zsűrizett láda, de ezt kapta meg legelőször a legmagasabb minősítést a Hagyományos Mesterremek címet, ezt tavaly zsűriztettem. És még annyit kell tudni erről a ládáról, amiért nagyon is nagyon közel áll a szívemhez, hogy nekem van 2 öcsém. Az egyik öcsém ő asztalos, a másik meg kovács. És ezt 3-an készítettük. Ezt tavaly zsűrizték, és még
azért is akartuk így hárman megmutatni, mert apukánk tavaly halt meg. Tavaly márciusban, hogy akkor a három testvér alkott egy olyat, amire majd apa is odafentről büszke lesz ránk, és igen, megkapta a legnagyobb, legmagasabb minősítést. Azt mindenképpen ki kell hangsúlyozni, hogy Hutkai Tíme a stílusa nagyon különleges. Munkái azonnal felismerhetők, hiszen egyedi vonalvezetése csak rá jellemző. Annyit kell még tudni az én festésemről, tehát én ameddig van hely, addig festek. Látszik ezen a padban. Tehát ezen aztán van annyi galamb rajta, tehát ameddig ki tudom tölteni a teret, addig én kitöltöm. Talán lehet, hogy ezért is áll hozzám közel a kalottaszegi láda is, mert ezen aztán nagyon minimális hely van, ahol nem festettem ki. Ki készíti a bútorokat? A bútorokat az öcsém is készíti, a nagyobb bútorokat. A kisebb bútorokat viszont Erdélyben két asztalos dolgozik nekem, és akkor ott ők készítik ezeket a padládákat, ezeket a kisebb ládákat, a tükörrámákat, a háziáldás táblákat, az istenhozott táblákat, tehát ezeket mind ők készítik, akik nagyon jó barátaink is azóta. Hutkai Tíme nagyon büszke a kislányára, aki nagyon szeret festeni és alkotni. Reméli, hogy tovább viszi a bútor festőmesterséget. A kislányom ideig abszolút elzárkózott ettől, hogy ő fessen, és az éve valahogy azt mondta nekem, hogy anya, szeretnék egy szalvétatartót festeni. Volt, szoktunk ilyen kézműves foglalkozásokat így a barátainkkal, a többi kézművessel tartani, és akkor ott leült a többiek közé, és elkezdett ő is festeni, és nagyon ügyes, és nagyon tehetséges. És ő támogatod ebben? Én, hogyha úgy gondolja, persze. Persze, amit szeretne, én mindent. Tehát én, megmondom őszintén, a saját példámból tanulva, helyesnek tartom, valaki főiskolát elvégez, de én annak vagyok most már így a híve, hogy először tanuljon egy szakmát, amiből tuti, hogy meg fog élni, és utána bármikor elvégezhet bármilyen főiskolát, csak legyen egy szakma a kezében, amit ő maga meg tud valósítani. Tehát ne függ, tehát hülyeség ezt mondani, de nem olyan jó az, amikor függésben van az ember, és megmondják neki, mikor mit csinálsz. Tehát én most a saját bőrömön tapasztalom, hogy milyen, amikor szabad vagyok, és saját magamnak parancsolok. Igen, ezt kérdeztem volna pontosan, hogy jó szabadnak lenni? Igen. Igen. Sokkal többet dolgozok, tehát én képes vagyok ilyen 16 órákat is dolgozni, de szeretem a munkám, tehát a munkám a hobbim is. A bútorfestő hangsúlyozta azt, hogy a tervei között szerepel az, hogy szeretné minél jobban megismerni a történelmi Magyarország különböző tájegységeinek mintáit, az alkotási technikákat, és tovább akarja adni ezt a tudást gyerekeinek és a következő generációknak. A legfőbb vágyam, hogy a népiparművész címet megszerezni, ez az kell, hogy minél több termékemet zsűriztessem, amit a maga a zsűri is majd elfogad. Ez az egyik vágyam, meg a másik legnagyobb vágyam, hogy mivel hogy itt a Nagy Magyarországon nagyon sok tájegység volt, és ezeknek a tájegységeknek a tulipános ládáját megfessem. Tehát itt azért elég sokról beszélünk, de mindegyiknek arra a tájegységre jellemző tulipános ládáját szeretném, vagyis hozományos láda, kelengyés ládáját, ki hogy mondja, megfesteni, és ebben majd egyszer egy ilyen kiállítást tervezni, vagy majd csinálni.